videómban egy lazító, relaxáló gyakorlatsort mutattam. Ezt szeretném folytatni ezzel a videóval, ezzel a gyakorlatsorral. Ezt talán már egy picit koncentrálósabb, erősebb gyakorlatsor lesz, de még mindig egy ilyen finom átmozgató, regeneráló mozgássor szeretnék összeállítani. Nézzük is, hogy mire lesz szükség. Amire szükséged lehet, az egy lyukatégla, lehet ez bármilyen méretű, illetve valami, most egy ilyen joga blokkot mutatok, de ez lehet egy párna és összehajtogatott pléd, törülköző, bármi, amit esetleg a medencéd alá tudsz tenni, hogy minél jobb ülőhelyzetben tudja helyezkedni. Majd mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan használt, hogyha szükséged van rá. A blokk helyett, hogyha nincs ilyen joga téglád, akkor használhatsz más is, akár egy labdát, vagy valami hasonló formájú tárgyat. A könyv sem rossz, csak mondjuk ezt szét tud nyílni, de biztos meg lehet ezt oldani. De nagyon szép. Tehát ülőhelyzetbe fogjuk kezdeni a gyakorlást, és ha törökülést választasz, mint ahogy én, akkor fontos az, hogy a medencé gyereked milyen helyzetben van, és hogy egy relaxált helyzetbe tudjuk ülni, azaz ne kell folyamatosan beállítanod minden testtájadat. Tehát itt, hogyha a törökülésed során nem tudod kiegyenesíteni, vagy picit homorúvá tenni a derekkal, tehát egy függőleges helyzetbe tartani a medencédet, azaz valahogy így nézzel ki a törökülésben, vagy ülőhelyzetben, akkor mindenképpen tegyél valamit a medencéd alá. Ez ugye segít beállítani az optimális medence helyzetet. Nekem erre nincs szükségem, úgyhogy ezt most félreteszem. Széken ülve és gyakorolhatsz, legalábbis az első részét a gyakorlat sornak. Tehát helyezkedj el ülő helyzetben, figyelj a medencét helyzetére, ahogy az előbb is mutattam, és figyelj arra, hogy a mellkason a medencéhez képest hol van a térben. Tehát ne told előre, leginkább ez szokott a probléma lenni, hogy előre toljuk, vagy esetleg az, hogy nagyon beesik ide a hasunkba. Próbáld meg picit ugyan kiemelni a mellkasodat, de ne túlságosan. Nagyjából a medencét fölött helyezkedjen el, és laza legyen a mellkasod. Tehát ne feszülj túlságosan előre, de ne is essen be. Legyen itt egy tartás a gerincedben. Egy picit nyújtózz meg a fejtetőddel, a gerincet hosszant irányába. És legyen az a vállat, enyhén viccens le az állat. Légzéssel fogunk kezdeni. Lélegezz mélyen a hasadban, orron át. Majd hosszan lélegezz ki szájon át. Ez lehet akár egy ilyen sóhajtással, ahogy én csinálom, lehet csöndesen is. Vagy ha úgy tetszik, akkor orron át is kilélegezhetsz. Egyre hosszabb legyen a kilégzése, mindenképpen hosszabb, mint a belégzés. Légzéssel folytatjuk, de most a kezünket a mellkasunk alsó részére helyezzük úgy, hogy a hüvelykujjunk hátul támasztja, vagy legalábbis érinti a mellkast, az alsó bordákat. Tenyér középső része oldalsó, oldalról támasztja, és az ujja pedig előről. Ennek az a szerepe, hogy érzékeld, hogy végig lélegzel, nem csak előle mellkasodat, hanem oldalt és hátul is. Hogyha ez egy kényelmetlen tartás neked, akkor akár egy picit lejjebb is teheted, vagy akkor helyezd el valahogy úgy, ahogy kényelmes, vagy egyáltalán nem kényelmes, akkor fókuszálj arra, hogy a hátsó felszínébe lélegezz a mellkasodnak, akár csak a kész hátadat is oda teheted a hátadra, ugye a melltartó vonal alá, ők esetében. Majd
pedig ez egy kényelmes helyzet a kezednek, csuklódnak, akkor legyen így. Legyen az a bárnya. Melkasod ugyanabban a helyzetben, nem toltuk attól előre, hogy ide tettük a kezünket. És akkor ugyanúgy lélegzünk a hasunkba, de most már fókuszálva arra, hogy hátul és oldalt is átlélegezd a melkasodat, hogyha esetleg az imént ez nem történt meg. Mehet orron át a mély belégzés. És szálljon át hosszan ki. Most próbáld meg majd kilégzésbe egy picit kint tartani a levegőt. Tényleg fúj ki, engedj ki minden levegőt. Ha lenérzed is egy teljes kilégzés végén, de külön megfeszülnek a mély hasizmok, mély hasizom, a stabilizáló rendszer megkapcsol, úgyhogy ez is a célunk ezzel, hogy felébesszük ezt a rendszert. Jó, te vissza a kezedet a térdedre, a combodra, ha sima ülő helyzetben, széken ülő helyzetben helyezkedsz, akkor inkább a combodra tedd, hogy lazább marad a vállalat, karod, ha pedig törökülésbe, akkor a térdedre helyezd a tenyeredet. Nyaki mozgással fogjuk folytatni. Mindig ellenőrizd a testtartásod, leginkább a mellkasod helyzetét, illetve hogyha problémás a medencét középhelyzetbe tartás, akkor azt is. Tehát a mozgásunk csak annyi lesz, hogy előre hajtjuk a fejünket, meg hátra hajtjuk a fejünket, de úgy fogjuk végezni, hogy az állunk vezeti a mozgást. Behúzzuk egy picit az állunkat a mozgás indításakor, majd előre hajtjuk a fejünket. Visszahúzzuk, szinte a tarkunkat toljuk vissza, középhelyzetig, majd az állunkban nyújtózunk, addig emeljük hátra a fejünket, amíg az állunkkal meg tudunk nyújtózni. Tehát onnan tovább nem visszük a mozgást, majd visszahúzzuk az állunkat, és visszajövünk középhelyzetig, egy pillanatra megállunk, lazítunk. Majd ismét behúzzuk az állat, előre hajt a fej. Nem kell itt tovább erőltetni, tehát ameddig simán kényelmesen előre tudod hajtani a fejedet, csak addig menj bele. Nem kell, hogy tovább gömbölyödjön a hát, vállad még lassan marad, majd visszahúzzuk a tarkót, egy kicsit inkább tarkó vezeti a mozgást. Megemeljük az állunkat, és nyújtózunk föl. Visszahúz az áll, irányít az áll, és az itt megmutatom ezt oldal nézetből is, ezt a gyakorlatot. Tehát mellkas alaphelyzetben behúzzuk az állunkat, lehajtjuk a fejünket, visszaemeljük, és elindítjuk az állunkat fölfelé. Állunk vezeti vissza a mozgás. Lehajt a fej. Áll vezet vissza, és le még egyszer. És visszatérünk középhelyzetbe. Figyelj itt is azért a nyaki mozgás közben arra, hogy hogy a mellkasod ne próbáljon kompenzálni, tehát koncentrálj, hogy abszolút itt ide viszed a mozgást, és nem terjed le a mellkasodra. Oké, középhelyzetben megállunk. Illetve, hogyha azt érzed, hogy szúrás, vagy bármi kellemetlen, nyilaló,
alakul ki a nyakadban, a gerincedben, akkor ne vidd el addig a mozgást. Tehát csak a fájdalommentes mozgás tartományban mozgasd a nyakadat. A húzódást érzel elől, például a állalföldfenyő nyújtózáskor, az rendben van. Tehát a húzódó, feszülő érzés, az rendben van. A szórás, nyilalás, zsibbadás, élesebb panaszok, ne menj bele, ott áll meg előtte. Jó, ha már megérezted, hogy hol van. A következő egy kis lapocka mobilizáció, ez egy nagyon egyszerű verziója. Figyelj a testtartásodra továbbra, és ennyire biccentet áll az a váll. Jobb vállat lapockát előre fölemeljük. Majd innen hátra visszük, és leengedjük. Előre föl, hátra, és le. A ropogást érzel, az rendben van, az a nincs gond. Próbálj lassan, kontrolláltan végezni a mozgást, előre föl. Vedd el segíteni a nyakaddal, hátra, és le, és ellazítjuk a végén. Figyelj, mellkasod, hogy abból se kompenzáljuhet a bal váll. Előre föl, hátra, és le. Ha érzel különbségeket a két oldal között, az is teljesen rendben van, csak vedd észre, de nem kell vele semmit csinálni. Folytasd a gyakorlást. És még egy, előre föl, hátra, és le, és ellazít a váll és a nyak is. A következő gyakorlathoz szükségünk lesz a téglára, vagy az azt helyettesítő eszközre. Tenyérrel megtámasztjuk két oldalról a téglát, tehát fontos, hogy ne így tartsd meg, nem tényleg csak támaszd meg oldalról, szorítani nem szükséges, csak tartani. A felkar hátulsó részét fogjuk mobilizálni, illetve a vállat, leginkább a tricepszet, gyakran nagyon rövidült, feszes, letapadt. Úgyhogy ezt fogjuk most egy picit mobilizálni. Megtámasztjuk tehát a téglát, behajlítjuk körülbelül 90 fokba a könyökünket. És elkezdjük megemelni a fejünk mögé ezt a téglát. A könyöködet ne enged kinyílni, hanem próbáld párhuzamosan megtartani. Ha nagyon szükséges egy picit kiengedni, akkor csak annyit engedj ki, amit tényleg nagyon szükséges, de igyekezz visszahúzni a könyöködet egymás felé, és visszalehozzuk a kart. Marad végighajlítva a könyök, visszük hátra. Figyelj nagyon a mellkasodra. Ezeknek az izmoknak, a triceps, a belkörüli izmoknak a rövidülése okozhatja azt, hogy amikor ide fel akarod emelni a karodat, akkor a mellkasod előre emelkedik, de ezt most ne engedi, illetve csak addig vidd el a karmozgást, tehát csak addig emeld fel a karodat, amíg a mellkasodat a helyén tudod tartani. És ismételd abban a mozgástartományban, gondolj arra, hogy mindig minden alkalom egy picikét tovább viszed. Valószínűleg látod, hogy az enyém sem teljesen szimmetrikus, de ezzel sincs semmi gond, majd ez szépen alakul. Megmutatom oldalról is, hogy lásd, miről beszélek, mármint ilyen mellkas tekintetével. Tehát hajlítva a könyök, mellkasunk a helyén, és emelünk hátra. Látod, hogy az én mellkasom nem mozog, hogy maximum minimálisat, tehát nem annyira látható a pólóba, de meg tudom nagyjából tartani a kiinduló helyzetben. De lehet, hogy nálad az történik, hogy már itt megemeled, és a mellkasod megy vele együtt, előre és fölfelé. Hozd vissza a mellkasodat, és találd meg azt a mozgástartományt, azt a határ, ahol még nem történik meg, és csak addig dolgozz. Hozd vissza, vidd el ismét addig, és ismételd, és majd ismétlés során egyre jobb lesz.
egyre mobilabb lesz a vállad, és tovább tudsz majd menni. Jó? Csináljunk még három ismétlést. És ha már nagyon jól megy, akkor viszont megteheted azt, hogy behúzod egészen a téglát a lapockáid felé. Úgy, hogy megtartod a könyöködet fönt, és visszahozod. Az álladent enyhén viccens le folyamatosan, hogy ne történjen meg az, hogy nagyon hátra feszülne, nem szeretnénk kompressziót a nyakigerincbe. Oké. És le is tehetjük a téglát. Jó. Picit mozgass meg a vállat. Csinálj bármit, ami jól esik most ezután. Most nekem jól esett egy kis oldalhajtás. De most ezt a mozgást meg is fogjuk csinálni. Tehát egy picikét finoman lenyújtjuk a trapézizom felső részét, az a hétköznapi szóhasználban csuklyás izmot. Ehhez maradunk az ülő helyzetben, hogyha már nagyon unod ezt az ülő helyzetet, akkor nyugodtan változtass rajta, tehát állva is folytathatod, de egy másik ülő helyzetben, vagy csak mozogj egy kicsit, sétálj egyet, aztán tér vissza. Egyébként ez az utolsó gyakorlat ebben az ülő helyzetben. Utána is ülő helyzetben lesz, hogy egy kicsit átmozgatjuk a csípőket a sok törökülés után. Oldalra emeljük a jobb kar, ugye ez egy kifelé forgatott helyzet, fölfelé forgatjuk a tenyeret, vagy akár hátrafelé, hogyha ez kényelmes a válladnak. Most a berotációs mozgások ellen szeretnénk dolgozni. Nagyon sok paciens sem ismeri ezt a gyakorlatot, mert nagyon sokszor szoktam ajánlani. Tehát fölfelé forgatjuk a tenyeret, de tényleg csak addig forgass, amíg ez egy ilyen jól eső érzés a válladnak, karodnak. Nem pedig azt érzed, hogy jó, erőltetni kell, feszülni, de pici feszülés beleférve, de ez most egy ilyen laza átmozgató mozgás legyen. És elindítjuk hátrafelé a kar. Figyelj arra, hogy a mellkasod most nem menjen utána, a mellkasod laza maradjon, csak válból megy hátra és vissza a kar. Amennyit tudsz, ha csak egy nagyon pici mozgás, az sem baj. Még egy, és leengedjük. Jó, nem is kell túl sokat csinálni, belőle azt jelenti, hogy esetleg befeszül, hagyd abba, pihenj, meg a másik oldalon. Tehát oldalra emeljük a másikat, és mehet hátra a mozgást. Tapasztalhatsz különbségeket itt is a mozgástartományban, az érzetekben. Ha jobb kezes vagy, akkor álltam a bal válasz kötötte, szinte mindenkinél így van. Ez rendben van. De érdemes rajta dolgozni. És csak hátra visszük, és visszaengedjük, lazítunk. Na most lassan emeld fel a válladat úgy, hogy az állat lent marad. Ameddig tudod, addig emeld, illetve ameddig jól esik, kényelmes. És lassan enged vissza. Mint ha fékezni akarnád a süllyedését a válladnak. Kimehet még egy. Föl, állat lent marad. És lassan le. Oké. Visszaemeljük ismét a jobb karunkat oldalra, picikét hátra visszük, mondjuk abba a helyzetbe hoz, ahol esetleg azt érzed, hogy húzódik. Ha nem húzódik, se baj, akkor tartsd meg egy picit így a test síkja mögött, hogyha ez kényelmes. És ellen irányba hajtsd el a fejedet, hogy nézd le. Vissza, még egyszer le. Vissza, ne vissza fejed, és hozz vissza a karodat. Két másik karmát oldalra, picit hátra mozgatjuk, ellenirányba elhajtjuk a fejet, lenézünk, vissza, le, vissza, és vissza is térjük. Természetesen csinálod lassabban, hosszabb ideig, ha jól esik. Azonos oldalon, tehát amerre hajtod a fejed, ott érzel nyakadba szúrást, nyilalást, bármi kellemetlen érzetet, akkor ne vidd el odáig a mozgást, tehát azonos oldali fájdalomnál ne maradj benne, ne is vidd el addig, akkor kisebb legyen a mozgást tartani abban az irányban, nem provokálunk becsípődő jellegű fájdalmakat. Jó, és akkor átérünk egy kis csípő mobilizálásra, ez lesz az utolsó gyakorlatunk.
Ehhez mindenképpen a földön ülve kell elhelyezkedni, vagy hogyha nagyon nem tudsz földön ülni, akkor megpróbáltad egy széken is, egy alacsonyabb széken esetleg. Most más nem üteszem, de esetleg azon még meg lehet csinálni ezt a csípő mobilizációt. Itt ilyen féloldalasan fogok elhelyezkedni, hogy minél jobban lehessen látni a helyzetet, illetve a lábaim helyzetét. Tehát úgy helyezkedünk el, hogy ülünk a földön, csípő mögött megtámaszkodunk. Arra figyelj, hogy ne itt támaszkodjál, ne egy ilyen passzív rúgást legyen a válaid, hanem aktívan támasz bele a tenyeredet talajba, enyhén biccentsd az állad, a mellkasodat ne túl túlságos, ne előre, az legyen egy laza helyzetű, de ne is essen be. Elég nehéz megtalálni az optimális helyzetet, de mindig arra gondolj, hogy a medencéd mellkasod egymás fölött van, akárhol is van a térben, mert ugye együtt mozgatod a medencédet, mellkasodat a térben, ahhoz, hogy stabil törzset tudjál létrehozni. Tehát sarkon támaszkodik a lábunk, olyan széles terpeszve legyen, ami kényelmes a csípőt számára, és olyan távolságba tedd le, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy a medencéd egy fű, tehát hogy az ülőcsontodon tudj ülni, tehát ne pedig a kerescsontodon. Lehet, hogy ahhoz tényleg neked jóval előbbre kell tenni, de hogyha elég laza a csípő, nem a csípő körüli izomzat, akkor magasabbra is tudod, tehát közelebb is tudod húzni a sarkadat. Próbáld megtalálni a saját aktuális állapotodnak megfelelő optimális helyzetet. Oké. Tehát picit beletámaszkodunk a talajba, és lazán eldöntjük a térdeket jobbra, vagy mindegy melyik irányba kezdett. Engedd, hogy a csípőből menjen a mozgás, addig, ameddig ez jól esik a csípődnek, térdednek, terekadnak, bárminek, és visszahozzuk. Átöntjük a másik irányba. Nagyon feszül, húzódik, akkor nyugodtan állj meg ott, nem kell erőltetni a mozgást, ismétljük. A mozgás során lehet, hogy picit haladsz előre, ugye, ahogy csúszol itt előre a szűrnyegen. Ismétlünk. Ez ugye egy kis csípőforgatás, igazítok a helyzetemet. Jó, és egy nagyobb terpeszbe lépünk, ha tudsz, ha nem, akkor marad ugyanabba, vagy csak egy nagyon picit változtassa helyzeteden. Döntünk megint oldalra, mert majdnem teljes az élülés lábhelyzetét érjük el. Visszajövünk. Amikor visszahozod, az is egy lassú kontrollált mozgást, tehát ne az legyen, hogy lendületből vissza rántod a lábat, hanem éred azt, hogy a csípő körüli izmok húzzák vissza. Még egy-egy. Minél több helyzetben megcsinálod ezt a döntést, annál több ízületi mozgástartományt, illetve igen, mozgástartományt tudsz igénybe venni, tehát hogy minél változatosabban mozgatod a csípődet, annál változatosabban mozgatod meg az izmokat, és annál változatosabb adaptációra készíted a kötőszövetet. Jó, kinyújtjuk a lábunkat. Tudsz, akkor a csípőd mellett támaszkodja, de hogyha nem tudsz egy nyújtott ülésben ülni, akkor nyugodtan hátrébb is letámaszkodhatsz. Most így nyújtott lábbal fogunk egy kis rotációt csinálni, megforgatjuk. Most egy irányba forgatjuk először a két végtagot. Gondolj arra, hogy csípőből forgatsz. Ülve azért nincs olyan nagy mozgás a csípőnek, ugye nem teljesen szabadon tud elmozdulni, mint mondjuk az előbb a hajlított helyzetben. Jó, most egy irányba, illetve pont a jelentetes irányba, hogy neked befelé forgatod, kifelé. Csípőből jön a mozgás, ugye a lábad lábfelé mutatja mozgás terjedelmet, úgyhogy rá is nézhetsz, és figyelheted, hogy egyforma-e.
kis laza mozgatás. Jó. Visszatesszük talpra a lábat, és az utolsó gyakorlatunk egy kis medence, derék, illetve csípő mozgás lesz. Annyit fogunk csinálni, hogy hátra billentjük a medencénket, tehát egy kicsit hátra görül a medence, már nem az ülőcsontunkon támaszkodunk, hanem a kerescsont alján. Majd visszagördítjük az ülőcsontunkra. Figyelj arra, hogy tényleg onnan medencéből indítsd a mozgást, a mellkasod csak követi a mozgást. Gördülünk előre a kerescsontra. Ezt oldalra fordulok, hogy még jobban legyen látod, hátra gördülünk. Legördültem a ülőhúgomról, most az itt van elő, most a kerescsontom alsó részén támaszkodok, és innen tórom előre. Hogyan tudod észrevenni, hogy jól csináld a mozgást? Nem ez jön létre. Te mellkasod, csak passzívan követi a mozgás, de a mozgás az abszolút a medencében jön létre. Lehet, hogy érzel egy ugrálást, hogy ott sok viszont van, feszesek is lehetnek maginak, azon, hogy átugrasz ennél a gördítésnél. Jó, és a végén helyezkedj el a hátadon, nyújtsd ki a lábad, hogy maradj a talpon, és ahogy neked kényelmes, vázítsd el a lábadat, a karodat, és még egy légzést fogunk csinálni, ugyanígy a hasonba irányítjuk a levegőt, érdemes megfigyelned, hogy hol támaszkodik a tested a talajon, van-e nagy homorulat, esetleg még a hátad alatt is. Lélegezz a hasadba, és lélegezz ki. Be. És ki. Oké. Húzz most a lábaidat. Még két légzést fogunk csinálni, most gondolj arra, hogy ide, hátad mögé, a mellkasod hátsó részébe irányítod a levegőt, be is csúsztathatod a tenyeredbe, és érzékelni fogod, hogy rányomódik a hátad alsó része a tenyeredbe. Mehet a mély belégzés a hasadban, és hosszú kilégzés. Lélegezz oda a tenyeredhez, a kész hátadhoz, és hosszan lélegezz ki. Érezd a kilégzés végén, hogy szinte körbe megfeszül minden izom. Egészségedre!